Szép napot kívánok minden embernek. Úristen, újra itt vagyunk. 3 hét után, vagy mit tudom én, mikor kerül ez ki. És ma Sziasztok! itt vannak tiszteletre méltó vendégeink, Robi és Samson. Sziasztok! És csak akkor folytassuk. Hello. Megint csak hárman maradtunk. Ez hát, sok jó ember a... kis helyen is elfér, vagy nem tudom. Csak a legerősebbek maradnak mindig a végén, tehát egyszerű, az ilyen egyszerű. Van szív. Ja, hát igen, kokain biznisz után. Elég szarul ment az legutóbb. Igen, valószínűleg érted végig. De azért még szívja, amíg lehet. Hát, manapság már nem annyira jellemző ez. Akkor még lehet ez volt a jellemző. Tényleg, ha belegondolsz, hogy 2008-ban egy női gangster karaktert kitalálni, azért ez a Rockstar eléggé újító volt, mert akkor még ez nem volt divat. Ah, de szíz már, ez is itt van, a Isten áldja meg. Jó, meg lett. Hát most annyit segítek, hogy menni az volt pont rossz kor lesz, jossz volt fejed. Jaj, tényleg ez a küldi, bassz meg! Rossz kor lesz menni rossz fejed. De mi a francot képzelesz, hogy így bejön ide egy kamerával? Hát ő a streets. Hát a kurva anyja. Megmutatja, hogy ki áll. Hát mi az, hogy magánélet? Ó, bassz meg. Ezen akkor csak na, rossz helyre nézve. Ezt mondtam, hogy most itt azért már sajnáltam szegényt amúgy. Én nem. Ezért ezt nem érdemelt meg szerintem. De, szerintem igen. Hát de először is. Mi a fasz képzel, hogy csak úgy besétál oda? Szerintem... Kamerával. Szerintem a operatőr nem érdemelte ezt meg, csak maximum menni. Mert a operatőr az csak nyilván csak alkalmazottja hát volt. Hát igen, de nincsenek kivételezések. Az ő segítségével sugárzzák a szennyet a tévébe, úgyhogy... Elvégé szomorról küldi egyébként a cím, mert ugye van a végén tök szomorú zene, mert ugye majd a végén majd lehet látni, hogy miért szomorú ez a küldi amúgy valahol. Igen. Az Elizabeth a kocsija. Egy voodoo. Egy impala. Egy impala. Nem aggódj a kopilát miatt, Peti, hogy kiírjam a zenét lehet. Dehogyis, megy ez mindig, csak most... De mit csinál? Peti! Én tudom, hogy nem tudsz vezetni. Igen, de az a baj, az le fog jönni róla, tudod. Tudom, hogy nem tudsz vezetni a játékba, de most próbálj meg úgy tenni, mint a tudnál, jó? Mert mondjuk, most... ez is annyira tetszett, hogy nem ez a tipik ilyen áltrükközés van, hogy amúgy most képzeld azt, hogy ők a csomagtartóban vannak, és akkor... Nem, tényleg benne voltak. És akkor törhetetlen lett volna az autó, vagy valami, nem tényleg ott vannak. Aztán legalább le lehet csukni meg, hát ugye egyértelmű, hogyha a rendőrök meglátják, akkor baj van. Igen, szóval légy szép, hogy tarulj meg vezetni. Most te egyszer... És ez egy ilyen kis csilles, kis egyszerű küldetés. És ő ne tanuljon meg vezetni? Látod, hogy éppen mondom itt neki, hogy tanuljon vezetni, és nem érti. Hát de ő is tudom... De ez most nem az ő baja volt, amúgy nem értettem sose egyik GTA a játékba se, hogy olyan kurva nehéz lenne egy kurva irányjelzőt használni, amikor sávot váltunk. Ez baj. Vagy a hülye amerikaiak meg lesz, sincsen meg mi. Nem működött a fék. Persze, hát én is ezt mondanám. Tehát nem értettem sosem, hogy a hülye amerikaiak, tehát nem szokás irányjelzőt használni. Ez nem arra, hogy most ilyen fél Magyarországon és bárhol mész autópályán, ugyanezt történik. Ilyen még nem találkoztam, de ez egész szóval életveszélye. Hát ami kellemes, hogy minden nap, nem tudom én, akárnyiszor hallgatok rádiót, mindig az van, hogy ezen meg ezen az autópályán baleset történt, szóval... Érdekes lenne, hogy egy kamion ezt csinálná, így mész mellett és így rád vágódik, mert hogy hát rözsében. Autópályán olyan kretének vannak, hogy hogy ne, tehát persze, az ember... Nekis Magyarország. Mindenki ízzék, Kobra 11-ezik. Ilyen... Jaj, ne! Na, itt is vagyunk, már azt hittem a rendőr megérkezik. Na. Itt a doktorhoz. Jó napot kívánok! Ez az ember egy jó kis szerkereskedő. Amúgy ez ilyen bittersweet ending, hogy szokták az angolok. Szerkereskedő az úriember. Hát... Félig meddig. Mondom orvos, de amúgy meg szerkereskedő is illegálisan. Hát na, maszek orvos. Konkrétan szerkereskedő. Tumorokkal teli vágy. Azt nem megkérlek, többet fizetnek at the moment. Az kimaradt valahogy a fordításba.
Család. Nikó egy kicsit cinikus. De mondjuk igaza van. Azt nem mondhatjuk, hogy nem. És itt van egy rohadt jó zene itt a végén, amikor bejelentő. Az alternatív. Na és pont ezt akartam, hogy ez azért szomorú valahol, mert amúgy tényleg igaza van, hogy azzal, hogy meghaltak, most az egyszer a szervéke valakin valóban fognak segíteni. És ez valahol ilyen szomorú egy picit. Á, mondjuk igaza, fölgöntöm, hogy az ő is álszent volt valamilyen szinten. És segíti ezt meg azt. Mikor olyan szempontból, hogyha tényleg ebbe pénzt tölt és segít a gyerekeknek, akkor tényleg nem lehetett olyan szarember. Azért meg hát nem lehet azt mondani, hogy jogos a halála meg egy szidegesítő. De azt nem derül ki, a sztori volt, tényleg segítette bárkinek is. Most mondani is trók akármit. Amikor legelőször oda mentünk, az is ilyen charity, ilyen gyűjtés cucc volt, emlékeim szóval. Leharadta értünk a babaérkot, én Nikó csinált mindent, és akkor így jutott. Nem szeretem a Francis küldiket amúgy, de most menjünk Francis. Én Francis se szeretem, mert nem értem, miért van ennyi korrupt rendőr a GTA-ban, miért nem lehet normálisan rendőrködni. Nem, miért? Érkod? Valóságban miért nem lehet? Hát nem tudom, de itt legalább itt lehetne normális rendőrség, érted? Hát a GTA, nem az a GTA 4-ben. Ez egy görbetükör a valóság. GTA 4-ben van egy nagyon kitalált korrupciós történet száll ugye a városban. Például amikor, de nem, minket nem is, majd amikor lesz később a idős gangster is, ugye, hogy ugye az egész, ugye itt a különböző maffiák ugye azért harcolnak a GTA 4 világában, mert hogy kiürölje például a tendereket, ugye. Ugye, de mert ugye a... Ugye például ugye a légi családok ugye bár, meg ugye a korrupt rendőrök, ugye benne van az a történetben, ha emlékeztek rá, hogy a faszom hívnak téged. Hogyha belegondoltak, akkor az végtelenül így van fölépítve. Ez a Liberty City-s játékban volt egy korrupt rendőr. Akkor mondja Peti. Ennyi. Köszönöm. Szóval azt akartam volna lévőből szalva vágtál, csak ez most megtettem, hogy kiuralja a tendereket, a közbeszerzéseket. És ugye a Dimitri Mafia is ugye ezt akarja elérni, hogy átvédik a város felett az irányítást ilyen módon. Szóval igazából van egy tök jó kitalált korrupciós rendszer ebben a világban, amiben Francis jól beleéli, csak ezt akartam mondani. Óra szép kövér rendőrök. Na, most... Na, vedd fel most a telefont. Honnan szerezte meg a számodat? Elizabethától talán. Cloud Speed 2. Ennyire láttam, úgy szerintem GTA-ben már rég szarrá lőttek volna, vagy lecsuktak volna, hogy itt... állok mellett. GTA Online-ban, ha rájuk nézem, az észik. Az is annyira vicces, hogy konkrétan elkezdenek beszólni, mert hogy ott állsz. Aztán nem valongolsz, akkor körögözés. Ez abszolút. Tök logikus, nem? Hát persze, valósában is így van. Odaállsz a rendőről, és akkor... Lelőtték. És akkor... Jó napot, biztos úr! A kurvaját! Nem értett. Nem értett. Jimmy, let's go to my office. Okay, that's it, sir. You're undercover. Hey, Jeff. Hey, Mitch. Looking good. Gastric bypass worked out well. Francisnek. Képesek voltak azt mondani, hogy gasztro kellő út. Nem tudom. Nem figyeltem. A gastro bypass, ami ugye egy gyomorműtéti eljárás, ugyebár amikor az embernek ugye túl sok súlya van, hogy gyomrát megműtik. Munkaidőbe piálunk, gratulálok. Elmondom a kalció után, mire mi ez. Húvazd meg. Na és erről beszéltem, hogy itt a játék kezd rohadt unalmas lenni, mert minden küldetés ugyanazt kell csinálni. Öld meg ezt, öld meg azt. Ennyi. Az összes küldetés ugyanarról szól. Én ezzel nem értek egyet feled, Peti, mert a világ meg a sztori, és ugye ezzel a sejátkapcsolatot küldi annyira szerintem jól össze van rakva, hogy én abszolút nem unatkoztam egy is a GTA 4-et. Nem tudom, nekem vagy a memóriámban úgy van meg, hogy ez a rész volt ugye a legbontatottabb.
Hát nekem is ez a rész, ez, meg főleg a Raybocsinók. Fú, te azokat deutáltan. Én nem értek ezzel egyet, mert a történet a lényeg. Ja igen, tehát mindent csinál, tehát öljük már meg, igen. Tehát így mondja, hogy a holdat éppen nem akarja felrobbantani, és akkor így öld már meg. Hát ő a tipikus az a karakter, aki tudja magáról, hogy korrupt, de közben próbálja magát tisztázni. Így van. És vívódik magába. Igen, hát ezt mindig ezt csinálja, hogy hát ő milyen jó ember. De tudja, hogy nem. Egy ilyen Goldberget meg kell ülni. Aranyhegyet. Hát, köszönjük. Mert miben vagyok most? Hát már meg ne sértődjek. Zakó volt kötött felsőbe. Most itt nem... Kabátba is kötött felsőbe. Na, mondjuk, hogy elegánsan, na. Hát... Mondjuk az a hobó kesztyű az nem a legjobb, de... Na, Szóval ez a gastro bypass műtét, ez annyi ennek lényeg, hogy ennek az a lényeg, ennek a szarnak igazából, hogy amikor ugyebár, most pont úgy van, amikor rólad túlsúlyos vagy, már borzasztóan túlsúlyos vagy, és tudod, fogynod kéne, akkor van ez a gyomor műtét, ami igazából annyit csinál, hogy nem tudom pontosan, hogy van, lerövidíti a Hát a gyomrodat összesugorítja, nem tudom, vagy leszednek a gyomrodba egy darabot, nem? Igen, az a lényeg neki, hogy a tártalék feldolgozást könnyíti meg, meg felgyorsítsa, és így kevesebb súlyt tudsz felvenni. Azt hiszem valami ilyesmi lényeg. És akkor ez újra lefordítva a gyomorkerülő út, tehát ez gyönyörű fordítás. Akkor nem tudják, hogy erről van szó. Már bypass azért. Igen, csak én azt nem értem ilyenkor egyébként, hogy... Tiszteltem a fordítást, nagyon nehéz ilyet lefordítani, de legalább rágoglózott van a fordítva, hogy mit jelent ez. A gyomor kellő út az olyan... Na, igen. Urálhozik, meg nem is utal a műtétre. Na, olvassa a jövőket. Nico Eszkiméz... Peti, olvassunk! Nico, ezt meg kell nézned, a továbbadási részlegben lévő munka, neked tökéletes volt... Ez rímmel. A tolvadási részlegen lévő munka, neked tökéletes volna! Legyen egy interjút. Minden jót. Legyen egy gyilkos interjú. Jaj, gyilkosi, bocsánat. McCleary, megbízott rendőrkapitány. Amúgy egy én ezt imádom a sztorit, de ezt sose vágtam, hogy a rendőrkapitány miért írja alá az e-mailjét, és ami legrosszabb, hogy miért a saját nevünkkel jelentkezünk amúgy interjúra, sose értettem. Ja, hát igen, az amúgy egy bullshit ebbe a küldibe, hogy oda megy, hogy érted, kitölti az állásinterjút Nico Bellicként, oda megy, hogy Hi, I'm Nico Bellic, I'm here for the interview. Utána megöli az embert. Van olyan útvonal, hogy hagyjunk szemtanúkat, és nem lesz következménye. Igen, egyébként szerintem ezt Max azzal lehet magyarázni, hogy mivel, hogy Francis ugyebár fedez minket, meg elintézte valószínűleg, meg kiderül később, hogy a titkosszolgálat, és így lehetséges, hogy Francis, mert Francis a saját nevünkkel jelentkeztet minket. De akkor is olyan furcsa, mert... Hát... lehet, hogy eltüntetett pár bizonyítékot. Igen, csak hogy nem volt és elég... És ezért nem tudtak eleget elfelhozni. Ami most nézem, hogy a subject amúgy meg azt, hogy fejvadászat, úgyhogy aláírta. Igen, de pont ezt mondom, hogy... Vagy egy idióta a Francis, vagy pedig annyira magabiztos magába, hogy nem fél tőle. Hát, hogy magabiztos idióta. Végülis nem bukott le. Az ego. Tehát, ja. Na Bruce, mit írt? Hol átaláltam erre a weboldalra, itt mindenféle csengő angol célákat, meg felkezdett a szállat a mobiltra! Persze pénzé, haver! Amikor először a faszom, de ezt nem olvasom végig, mert hosszú és lusta vagyok. Persze pénzé, haver, amikor elővesz a telót, a csajok tudni fogják, hogy még a bőröd alatt is pénz van. Hallod, ha megláttak engem, na meg megcsörren azt a $100 VIP csengő hangom, rájönnek, hogy Bruce az alfa hív, egy olyan nagy menőnek, mint te. Tudni, le kell csekkolnia ezt. Később, haver. Ez meg kicsi a kuki, mármint. De gondolj bele, amikor valaki arra merül, hogy milyen csengi, ami van, az a kurva. Amúgy. Roman, az a milyen picsába. Hogy... romankukacfigyelő.info Itt a rék? Hol van? Na,
Akkor Nikó, basszus, Michel valami fasz nagy dolgozott, nem tudom mit mondjak, viszlát. Hát keres Roman. Itt még ezt írtam. Annyira bírom, hogy ilyen két boltnak írok e-maileket, baszki. Ennyi nem lehet drága SMS. Egy idióta vagy, és nem fogsz engem bemutatni semmi széles adnak. Na, mi ez az IBTV? Üdvözlőjük Bellik Nikó. Bellik Nikó. Kimetíve írek a nevünket. Bellik Nikó. És Károtíve ráadásul. Szükségünk van egy beszélgetőt. Ja, a Károt is kell, hülye vagyok. Bocsánat. Ez ami szar scam, nem? Igen. Na. Tisztelt a valóságban. Travis Young. Kedves én nekem pont olyan emberekre van szükségem, mint ön. Írhat levelet. Pont ilyen elhivatott és fiatal emberek. Ez nagyon, nagyon tetszetes oldal. Na, hát erről ennyit. Amúgy csajos csajok. Aha, hát jó. Francia Tom. Aha. Francia Tom. Akkor igen, Mi nem volt randid meg, Peti? Nem, hát ezt még csak nem csináltuk meg. Hát ne baszd már fel, hát ez oké, opcionális küldet, de ezt már évek kell csinálni. Hát ezt még nem csináltuk meg. Ne, már hülye. Mert azóta nem volt. Áll a sor végére. Most őszintén, a postára egyre tömöttebb, meg más is nem. Mióta feladtam a hirdetést, rengeteg visszautasítást küldtem. Hát biztos könnyen szalik már. Minden találtalak téged, aki külön többi, de te nem vagy szegény. Se hype-aszni, szóval ez egy, szóval mi? Szóval ez egy jó kezdés. Túl jó vagyok ezekhez a lúzerekhez, most komolyan mi lenne, ha eljönnél vacsorázni a 69 utcába, Hauber? Hozd magaddal a pénzházadat, hogy tudjál fizetni. A kurva anyja, azt lesz nálam. Legtöbbször ott vagyok 12 órakor. Csáó, ma, Tom Reeves. Oké, tudom hol van, akkor találkozunk ott. Igen, nem, Bruce-nek a bújt. Na, ezt napol, olvasd fel, Peti, ezt olvasod fel. Ez Bruce. Niko! Ember, Mizu, azt mondják, hogy egy 2006 Infiniti Q45-ös. Mi? Azt mondják, van egy, igen. Valaki kint hagyta Dale Slopes területén, lobd már el nekem. Lobd már el. Hogy legyen miből megcsodálnom Liberty City-t. Vidd a keleti kikötői garázsomba, amikor feltörted az árját, az majdnem olyan volt, mint az orgazmusom, tesó. Szép volt. Küldj egy választ, hogy megszedted nekem a kerekeket. Kapsz itt a sok dollárt. Legyet úgy nem kell, csak a kerekek? Jó, Bruce. A kerekeket el. Na, amúgy nem az én mondom, de olyan nyílt a mindenki bevallja a bütyét az e-mailekbe. Senki nem kellett olvasztják. Hát ezt a faszom sem olvassa végig azért. Robira kéne olvasni hivatalos hangon. Azért azt aki ezt végigolvassa, Veszpucsi nem tudok olvasni. Én megállítja. Magamba. Valaki meg megállítja. Nem tudok olvasni, az a baj. Üdvözöljük, köszönjük, hogy elküldte. Hát, köszönöm, These Nuts. Na, menjünk. Most jó, elhúztuk az időt, de ez is kell. Ez kellett. Szóval 12 óra. Mert rájöttünk, hogy senki nem tud olvasni, főleg én. Várjál, van emlékeztetőm? Hogy ne lenne. Nincs. Találkozz Francia Tommal. Azt mondja, nincs. Van. Aha. Kicsit neki ment. Ne szemetelj, buzi! A VR az ilyen szavakkal, Peti, mert YouTube azért verák. Hát igen! Ez milyen igaz, hogy bárki lehet elnök? Hát Donald Trump, ugye? Na mindegy. Igen. Na, menjünk szerintem ismeretlenbe menjünk, vagy Pekihez? Szerintem, hogy várjuk meg az 12. Hát megyél egy normális öltönt, és akkor várjuk meg 12 órát. De hát addig mit csináljak? Hát hello. Hát aludj! Nem. Várj, mennyi az idő? Hát ezt én nem látom akkor. Menj be. Először menjél egy öltönybogad, vagy cseréld a ruhádat. Megint nekem tetszett ez, és amúgy azt hiszem ez egy sima öltön cserél le, szóval ez a mód. Szóval ezt érzékelnie kéne öltönként. De megyünk biztosra. Hát mindjárt kiderül, hogy az van nád között... De van nád kés? Milyen kés? Kés. Minek legyen? De. Hát, hogy metünk, csinálni a küldét lopakodásba, és mindenféle probléma nélkül. Ja, hát az nem kell kés. Hát ez, de az fasság, hát... Nem, én megmutatom neked, hogy nem. De kell kés, csak úgy tudod megölni hang nélkül. Ez jó. Ja, az irány jelenleg zárva, hát jó van. Szia! Ez is homokos, biztos könnyű ezt szart, hát, mert érted divat, hogy... Na, látod, érted. Az öltönynek számít, szóval ez tökéletes lesz nekem. Jó. Oké.
Biztos eléggé tömött. Vagy lehet veszek másikat. Homer Toilet nyakkendő. Ezt szoktam használni még. Ez... Ja nem ezt. Hol a fekete? Ezt, ezt én is. Én azt szoktam, amiknek ilyen... Hát amelyik itt van a textúrában, ilyen gicsos. Amúgy amely gétenében rohadt jobb voltak, amely az öltőjük, ezt jól megcsináltak őket. Nézzük, hol mi van. Na ezt szoktam használni, igen. Hát igen. Van egy olyan, amelyik fekete színű és ilyen piros nyakkendő van hozzá, ilyen hitmenes. Vagyunk fölhözve valami szép fekete cipőt is, vagy maradjon fehér. Ez hát ez túl egyszínű. Inkább, de... Hát milyen legyen egy öltönycipő? Zsivárvány színű, vagy mi? Wow. Jaj, tényleg, Ez is van, ez a random mission. Nem az én óram szerint, Jézusom! Not on my watch! Nem az én óram szerint, nem. Az a baj, hogy most elmegyek Nikóként aludni, akkor az ő mennyit is alszik? Jó, 68 órát. Azt akartam, hogy mondani egyébként a játék, hogy nem az én... felvigyálásom alatt, nem pedig órám alatt, tehát... Jó, de amúgy most Nikó mennyit is alszik? De amúgy... Nem tudom, hát 6 órát szerintem biztos. Hát jó, 6 órát 8-at kell, mert hogyha 8-at alszik, akkor pont lekésik a 12 órát. Igen, nagyon egyszerű, kidúd. Mert még idő, míg odaért. Igen. Hát főleg, hogy be is tölt. Egy főleg, ha hát kockára visszak, nem olyan sok idő, csak nem vezessél, mert akkor már nem tudsz. Ja, köszönöm szépen. Most miattad megbűnhődik ez a taxisofőr? Vagy nem. És nem tudsz előlődni sem egyébként, ez is kiderült. Nem tudsz előni, se vezetni. Akkor valaki megbánja most. Például ő. Peti. Olyan, kezdődik megint a sziopa, szívod a Peti előre. Na látod, egy rossz szó és bánják az emberek. Pont ilyen egy gyilkos is. Bafogszik a szar! Ez egy jó fordítás, ez vittes volt például. Ja igen, a Dwayne-es dolog is, itt azért sok minden van most egyszerre. Jó az zár, jó ezen aludni. Ahogy sosem értettem, hogy mi nem volt a játékban egy minimális customizáció rendszer. Ez nem az a játék. Személyes szabadossági rendszer a házat illetően. Na én pillanat és érkezem, szólít a természet. Na, siessél, tesó. Nehogy, ráérj. Na, most na egy óra múlva jövök. Mehetsz a Tomhoz, basszus, menjél. Peti, most Bobby, neked menned kell? Vagyis? Azt mondta, a WC-re megy, azt hiszem. Azt hiszem. Na menjél, tesó, mert lefogod a randai kérdésnek. Hát jó, csak örülnék, hogyha lenne egy taxi. Így lehet, nem van, nincs kiromány taxíja tényleg, most nincsen most. Főleg most, hogy el van rabolva. De ahogy is, csak ó, milyen bulizik. Szép kávészínű autó. Tudod, nem, csak bulizik, tudod? Ja, hát meg igen, igen, iszi. Hogyne. Mi az a zene, hogy Jesus Christ az? Ott van egy taxi. Ja, igen, ott. Előtted. Jó, jó. Loading. Én soha nem tölt be, befölt a játék. És akkor ennyi volt. Ja, mert tényleg van ilyen. Hát igen, azt már tapasztaltam. Na, szerencséd. Szervusz buzi, mi? Hogy ült le Nico automatikusan, vagy ez így van? Ja. You never know who's going to turn up when you've met someone online. Yeah, all sorts of... De szép ember ez is, Jézus. You have to be careful. Ez egy milyen fejformája van. So, Nico, ja, és itt elkezd beszélgetni minden hülyeségről. What's your job? Job? Everyone's talking about this job guy. I haven't met him and I don't want to. Mr. Job sounds like an asshole. Really? What type of man do you want to meet? One with a lot of money. Gay Tony, tessék!
runs Hercules and Maisonette 9, I'll tell you a secret. He pretends to have the dollars, but he is broke as hell. The loser. If there is one thing that I hate more than fat people and cripples, it is poor guys. Is that why you borrow money that you can't pay back? What are you talking about? How the fuck do you know who I pay and don't pay back? Fuck you, bitch. You ain't Miss Thang. You can't tell me shit about who I am. I'm just here to do a job. People in this world need to work. And my work is getting rid of you. I wouldn't fuck a scummy immigrant like you anyway. Hát kurva anyád. Hát jó, akkor az utcán verlek szarra. Bírom, hogy direkt egy női hangja is van, amikor megsebzed. Stay down. Meg is halt? Vagy csak... Várjál, lesz telefonja, tudod, ezt meg kell várni, utána meg előtted, mert... Ja nem, csak azt néztem, hogy izé az arcát. Csak már jönnek majd rendőrő fixen, hogyha ráadás szerintem. Not so good. I don't think we'll be seeing each other again. I don't think he'll be seeing anyone. Mickey, you're an animal. Anyway, your profile's still up there, bro. There's all sorts of crazy pictures on that site you can get into. Real freaks, you know? I'd be getting involved in some of that internet dating shit, but I only date models, you know? Or VIPs, who could be models. Not many of them online, yeah? Catch you later, big guy. Later. Jó van, Bruce, ügyes vagy. Vagy nem tudom, minek étkezek, mert most nézem, hogy fullon van. Tudod, mert így megijesztél a gyilkosság után. Ezt a ketchupot most eltulajdonítom. Rövesz testvérem, kérsz egy kis ketchupot? Nem, nem kéri. Ez szétdobás volt. Hát de, találtam, csak lepattant. Sorry, meg is halt szegény, nem akartam. Egy HP-zni akartam. Aha, most már meg sem mentik az életét, mert random kigyulladt a mentőautó. Ez ami nem tudom mi. És itt van Bruce-i küldi, wow, nem is tudtam, hogy még ilyenkor is van. Nem, hogy tényleg elég gyanúsan hangos most a rádió, pedig hát egyesen van, na mindegy. Holnap délben. Ja, de Nikó eljátsz a elfoglalt embert. Na, így néz. I have an interview with Goldberg tomorrow. Perfect. Fuck bastard ain't gonna know what's coming at him. Teach him for sticking his nose in other people's business. Get the file.